Hiába nagy lányok, már a legtöbben mégis kísérővel érkeztek a Béla király körtéri rendelőbe. Az iskolában kaptak az értesítést, és úgy gondoltam, hogy ha csak egyetlen egy ilyen betegségtől is meg tudom óvni a gyereket, akkor mindenképpen el kell jönni. Izgulnak? Nem. Izgulj? Nem. Nem izgulok. Egy rövid adminisztráció és néhány bíztató szó után a doktornő pillanatok alatt végzett is az oltással. Nem kifejezett fájdalomról beszélnék, inkább kellemetlen, mint minden oltás. Viszont válizomba megy, és ami fontos, hogy mozogjanak a kislányok utána, amennyit csak lehet, főleg a válizmukat mozgassák. Hát szoktam ilyenkor ajánlani egy kis házi munkát nekik otthon, ablakpucolás, kocsimosás, amivel jó sokat mozognak, és mégis könnyen telik az idő. Hogyha ezt megteszik, akkor utána semmilyen egyéb hatásra nem kell számolni. Először is az oltás három sorozatból áll. Megkapják most a lányok az oltást, mához képest egy hónapra, illetve mához képest 6 hónapra a harmadik oltást, és utána is ajánlatos szűrővizsgálatra járni, hogyha elérik azt az életkort a lányok. Hiszen az oltás 5 vírus ellen a legveszélyesebbek ellen védettséget ad, de azért minden teljesen 100%-ig nem tudunk kizárni. Jól tudom én, hogy ön ezt szinte társadalmi munkában végz? Ezt teljesen társadalmi munkában végzem, igen, tehát saját gépkocsival jövök, és ez nekem önkéntes munka. Én ezt nagyon szeretem, én különben a népegészségügyi szakigazgatásnál szeretnél dolgozom, mint járványügyi osztályvezető, és kicsit az irodai járványügyi munka mellett egy ember közelébb, amit én nagyon-nagyon szeretek. A város minden évben jelentős összeget áldoz arra, hogy a lányok időben megkapják a védőoltást. Minden 13 éves lánygyermeknek, aki Tatabányi Jándulak című, teljesen ingyen biztosítjuk az oltást. Ez attól függ, hogy melyik évben mennyibe kerül az oltás, de 10 milliós nagyságrendű. Volt már, hogy 20 millió, most azt hiszem, hogy 12 millió idén. 180 oltást rendeltünk, mindegyik oltásból ugye 3 vakcinát kell beadni egy kislánynak, hogy védett legyen. Ezt történik, most az első oltást kapják meg, egy hónap múlva a másodikat, és fél év múlva pedig a harmadikat. Ezzel a fájdalommal, ezzel a minimális fájdalommal, hogy egy 50 évre biztosított az, hogy valaki a HPV ellen védett legyen. A HPV az a vírus, amely a méhnyakrákért szinte 100%-ban felelős. Nagyon fontos dolog, évente 500 anyukát, felnőtt hölgyet veszítünk el országosan. Szerintem megéri ez a szúnyogcsípés azért, hogy senki ne kapja meg ezt a betegséget, és nyilván a városnak is megéri a 11-2 millió forintot, hogy Tatabányáról ne betegedjenek meg a lányaink.